A 44. Budafok Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében szervezték meg a Cifra Családi Napot Nagytétényben, melyre rengetegen voltak kíváncsiak. A napot Varga Ágnes koncertje nyitotta meg. Halhatatlan nem vagyok, egy dalt mégis meghagyok, s hogyha kísérlet komám, így emlékezz majd rám. És ha lányodnak mesélsz, mondd el hát a nánini, nánini, náninád. Az Ági nagyon jól csinálja ezt szerintem, ügyesen mozgatja a gyerekek, nagyon jó felkelti a figyelmüket a zenére. Hála Istennek a fiam ráadásul nagyon fogékony erre, úgyhogy igen, tehát minden interaktív rész az nagyon szuper ebben a koncertben. A vidám koncert után különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki a gyerekek, miközben a felnőttek sem unatkoztak. Kézműves vásárunk van, akik a kézműveseink kifejezetten kerületi és környékbeli anyukák, és kézműves workshopokkal is készültek, úgyhogy ki lehetett próbálni nagyon sok mindent, amit ők hoztak, amit szoktak csinálni, azokat meg lehet csinálni, varrogatni, szalagdíszeket csinálni, újrahasznosított alapanyagokból lehetett készülni. Amellett van még lufi hajtogatás, arcfestés, játszósarok. Nagyon sokan álltak sorba Kolta Zsófia asztalánál, aki különleges telefonszámos karkötőt készített a gyerekek számára. Ezt az ötletet a saját gyerekeim ihlették, ugyanis van egy 6 éves és egy 2,5 éves kislányom, és amikor elkezdett járni a lányom, akkor rájöttem, hogy ő nem egy ilyen szoknya mellett maradós lesz, mint a fiam. Úgyhogy kellett valamit kitalálnom, hogy biztonságban tudjam őt, ezért találtam ki a kolkötőt. Bármilyen szabadtéri programra, strandra, nyaraláshoz nagyon jó, bármi olyan programra, gyereknapra, ahol sok ember van, és egy pillanat alatt elkeveredhet a gyerek. Ez egy hatalmas kapaszkodó a gyerekeknek, úgyhogy igazából nekem az a célom, hogy minél több gyerek biztonságban legyen, és emiatt ne vesszen el senki, hogy egy pillanatra elkerül az anyukája szem elől. Fiunknak vettünk egy ilyen karkötőt, amilyen a telefonszámunk szerepel, nagyon lelkes, és mindenfelé szeret elkóborolni, úgyhogy hát ha ez fog segíteni a későbbiekben, hogy kevésbé izguljunk szülőként. A Cifra Központban minden hónapban van családi nap, a következő alkalom június 9-én lesz.